Kupai Kingát, a Tiszató Strand Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét kérdeztük az Abátszalóki Strand idei szezonjának alakulásáról. Egyre többen választják a belföldi nyaralást a pandémia miatt. Biztonságosabb sokkal, illetve árviszonyítási alapba lehet, hogy ugye ez teljesen másabb, mint egy külföldi strand. Szolnokról érkeztünk, két kislánnyal érkeztünk. Azért választottuk egyébként ezt a strandot, mert gyerekbarát nagyon, tehát azért az nagyon jó, hogy itt pont a játszótér, úgyhogy tulajdonképpen ez volt. És maga az, hogy hát ez van legközelebb ugye Szolnokhoz, ami a Tiszánál van, az élővíz, tehát ez a legjobb szerintem. A felújított Abátszalóki strand megnyitása óta szinte teltházzal üzemel a strand. Nagyon bízunk benne, hogy meleg nyarunk lesz, és nem lesz már olyan sok esőzés, úgyhogy mi jó szezonra számolunk, és nagyon várjuk a belföldi turistákat, hiszen most a külföldiek nem tudnak olyan nagy számba jönni, de a belföldieket annál nagyobb szeretettel várjuk, hogy jöjjenek és fedezzék fel kis hazánkat, ezáltal a Tiszatavat is és Abátszalókot. Két forrásból is sikerült megújítanunk a strandunkat, egy vadonatúj beléptető kapuval és pénztárral, Turinform irodán kiköltözött ide, új büfésort kaptak a vendégek új mosdókkal, homokfocipályával, három pályás vadonatúj csúszdával, ami a hátam mögött látható, és vízoldalban is sikerült zuhanyzókat és mosdókat kihelyeznünk, hogy még kényelmesebb lehessen az itt fürdőzés nálunk. A tiszatavi nyaralás kedvez a vízi sportok kedvelőinek. Olyan emberek jelentkezését várjuk szeretettel, akik szeretnének egy kicsit a vízen élményeket szerezni. A jogosítvány nélkül minden eszközünk használható, vannak lájtosabb és illetve keményebb sportok, a kajaktól a hajó, vízibó, vízibanán, jetski, wakesurf, vízisi keresztül egészen a kajuk kirándulásig mindenféle vízi sportot tudunk szolgálni, akár a fiatalabb, akár az idősebb korosztálynak. A legnépszerűbb banán és a bob, egész nap húzzuk őket, tehát 10 meg 4 fős csapatokat tudunk egyszerre vinni, hajóba is beszállhatnak, de borzasztó nagy élmény, mindig mosolycsalunk az arcukra, illetve a jetski, aki szeret motorozni vagy hajózni, a jetskit állandóan viszik gyerekkel, egyedül, családosan. Aki szeretne egy jót enni, annak viszont sokat kell várnia, de megéri. A büféinkbe itt a hagyományos strandételekre kell gondolni, van lángosos, pizza, hek, gyrosz, úgyhogy ott pedig a vendégek a hasukat is megtömhetik a fürdőzés mellett. Az ügyvezető beszélt arról is, hogy milyen számot tevő a Tiszató környékén a kerékpáros turizmus. Ajánlatos egy-egy túra között pihenésképpen kihasználni a környező települések adta lehetőségeket. Mezőkövesdről jöttünk, eredetileg Poroszlón megálltunk, odáig mentünk autóval, lehoztuk a bicikliket, és akkor a biciklikkel eljöttünk egészen ide Abátszalókig, innen megyünk tovább, majd megint Poroszlóra, ez így egy fél út volt, itt megállunk egy kicsit pihenni, fürdeni, és aztán megyünk haza. Első alkalom, hogy itt vagyunk, hogy elkészült ugye a Poroszlót és a Füredet összekötő új híd, és ki szeretnénk próbálni a teljes kört, hogy milyen, de valószínű, hogy jövünk még a nyáron többször is. Ellátogatni, megtekinteni a térség fontosabb nevezetességeit. Például a Tiszatavi Ökocentrum igen közkedvelt a látogatók körében. Avagy egy vízitúra beiktatása is maradandó élményt nyújt ezen a területen.